Szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt polgárok, kedves barátaim, szeretteim. Száva Vince vagyok, jogvédő országos elnök. Engedjék meg, hogy őszinte együttérzésem fejezzem ki, és egyszerre mély megdöbbenésem. Szabó Sándor ismert és elismert ökölvívó, sportoló családtagjainak és barátainak. A médiából tudható, hogy Szabó Sándor egy Békés Csabai hotelnek volt az alkalmazottja, és hívták, hogy segítsen, mert egy őrjöngő férfit nem lehet megállítani. Ő megpróbálta. A barátai elmondták, hogy Szabó Sándor az az ember volt, aki minden konfliktust megoldott. Ezt nem tudta sajnos. És az életével fizetett, mert az az ember kioltotta az életét. Kívánom, hogy hosszú-hosszú éveket legyen börtönben, és kapja meg méltó büntetését. Árván maradt egy 10 éves gyermek, a feleség, mit élnek ők át most? Mit szenvednek ők most? Tisztelt barátaim, kedves mindenki, engedjék meg, hogy hadd beszéljek arról egy bő mondatban, ami számomra szintén megdöbbentő, lesújtó. A szélső jobb oldal és egy bizonyos zsidó kamu keresztapa ezt a borzalmas halálesetet is arra használta, hogy cigányozzon, és hogy engem, mint jogvédőt, kamu jogvédőnek kiáltson ki ez a bizonyos zsidó kamu keresztapa. Hát tisztelt barátaim, kedves mindenki, mert szavakat nem találok. Hogy van ez, hogy egyszerre együtt érzünk valakivel? Mert igenis, borzalmas tragédia, és közben a szélső jobb oldalnak kíván megfelelni ez az ember. Ez a kamu keresztapa. Ugye lesújtó? Milyen emberek élnek Magyarországon és a Földön? Hogyan lehet nem tisztelni azt a családot, akik most mély fájdalmukban roskadva élnek? Mert ezzel az ő lelki fájdalmukat is megsértették, szerintem. Kívánom azt, hogy az emberbaráti szeretet legyen önökben, és legyen mindenkiben, és kívánom azt, hogy az ilyen embereket rekesszék ki a baráti köreikből. Mert értem én, hogy ugye van politika, de hogy ilyen gonosz, önös érdekű politika is van, hogy egy ilyen ember még ilyen tragédia esetében is a szélső jobb oldalnak akar kedvezni, akik fajgyűlölők, akik cigányoznak, akik zsidóznak. Tisztelt polgárok, minden jót kívánok önöknek, és kívánom azt, hogy semmiféle tragédia ne történjen önökkel. Higgyenek a jó emberekbe, és a rosszakat ki kell rekeszteni. Áldás legyen önökkel!